Több mint fél évszázada halmozzák a díjakat a szabadkai partizán Zselezi Charles Szertorna Egyesület fiatal szertornászai, ám a sikerek ellenére az említett időszakban ekkora méretű tornaszer felújítás nem történt a klubban, mint most. A tartományi kormány költségvetéséből valamivel több mint 2,5 millió dinár értékben sikerült új tornaszereket vásárolni, mert a fiatal szabadkai szertornászok ezt megérdemlik, mondta Dáne Basta, tartományi sport és ifjúsági titkár Szabadkán. Ezeket az eszközöket az elmúlt év végén sikerült elkülöníteni. Azon dolgozunk, hogy idén is jó feltételeket biztosítsunk a sportolóknak, fejlesszük a szükséges infrastruktúrát, és közösen teremtsük elő a pénzt ezekre a dolgokra. Basta arra emlékeztetett szabadkai látogatása során, hogy a tartomány az elmúlt 4 évben 50 millió dinár biztosított az Észak-Bácskai Város sportklubjai számára, míg idén az összvajdasági sportot közel 400 millió dinárral támogatják. Ennek az összegnek 1/4-éhez a klubok pályázatok útján juthatnak hozzá.